köszöntöm Önöket! Turisztikai látványosság, tudományos és kulturális központ is egyben számos kincset rejteget. A marosvásárhelyi Teleki Bolyai Könyvtár, vagy közismert nevén a Teleki Téka az elmúlt években számos olyan programmal, kezdeményezéssel szólította meg a marosvásárhelyieket, ami túlmutat egy egyszerű könyvtár szerepkörén. Így volt ez idén is, az eddigi 8,5 hónapban, és a könyvtár munkatársai azt ígérik, így lesz a következő negyed évben is. De a részletekről beszéljen majd Lázó Klára, a Teleki Téka főkönyvtárosa. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy eljött! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak! A Teleki Téka körül az elmúlt években tapasztalható volt egy pezsgés, számos kezdeményezéssel rukkoltak elő, számos olyan program volt, ami aktivizálni akarta, be akarta vonni a közönséget, hogy részese legyen a Teleki Tékának, legyen szó arról, hogy fizethettek egy sört a Bagolynak, vagy más módon is részt vehettek a bizonyos dolgok helyreállításában, értékeknek a helyreállításában. Miért fontos ez a Teleki Téka számára, és az elmúlt évben ez a pezsgés miben nyilvánult meg? Úgy gondolom, hogy a Teleki Téka hagyományos funkciója mellett, ugye a Teleki Téka hagyományosan egy régi könyves könyvtár, illetve Teleki Sámuel könyvtárát, tékáját mutatja be a turistáknak, de emellett nagyon-nagyon fontos közösségi szerepet is be kell, hogy töltsön a városban és a régióban, hisz megvan erre a kapacitása, a potenciálja, és ezt a potenciált igyekszünk mi minél inkább kiaknázni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azt a szellemi komfortérzést szeretnénk megadni a vásárhelyieknek, hogy ami által érzik azt, hogy mennyire jó itthon lenni, mert hogy itthon is megvannak ugyanazok az értékek, ami miatt esetleg külföldre megyünk, látogatunk, sok-sok eurót adunk, hogy megnézhessünk valamit, és ez itt van a Bolyai utcában, a Teleki Téka épületében. Erről szólnak a közösségi programjaink, ezeknek az értékeknek a minél szélesebb körben való megmutatásáról. A minél szélesebb kör nyilván azt is jelenti, hogy akár külföldről érkező turisták ámulhatnak el azon, hogy mi is van egy ilyen kisvárosban, mint Marosvásárhely. Milyen programok voltak idén, amelyek megszólították a szélesebb közönséget, a marosvásárhelyieket? Hát maradva, én leválasztanám a szélesebb közönséget és a marosvásárhelyiek körét egymásról. A szélesebb közönséget nagyon-nagyon rég szólítjuk már meg. Évente 12 000 turista fordul meg, körülbelül 12 000 turista fordul meg a világ minden tájáról a Teleki Tékában. Az idén is érintjük már a szeptember közepén általános, átlagos néző számot, de emellett nagyon fontos, amint már elmondottam, hogy minél inkább szóljon a vásárhelyiekhez, ehhez a régióhoz is ez az intézmény, és hát erre találtunk ki nagyon sok programot, erre építettünk nagyon sok programot az utóbbi években, olyan programokat, amelyeket igyekszünk nem csak egyszer megszervezni, hanem sorozatokat felépíteni. Ilyen sorozat például a múzeumpedagógiai foglalkozásainknak a sora, amelyet Márton Krisztina tart, és már 11 éve futnak ezek a foglalkozások. Több száz, sőt azt mondhatnám, hogy több ezer gyereket mozgattak meg vásárhelyszinten, és nem csak vásárhelyszinten. Ugyanilyen sorozat a beszélőkönyvek sorozatunk, amely egy ilyen beszélgetős est tehát jelent, és a téka különböző érdekességeivel kapcsolatosan próbál különböző neves meghívottakkal discovery jellegű előadásokat produkálni. Ilyen például az idén a beszélő könyvek sorozat keretén belül a kiállításunkat, az angol kiállításunkat népszerűsítettük, volt Robinsonról egy beszélgetés, volt Newton törvényeiről egy híres fizikussal beszélgetés, és olyan beszélgetés, ami nem csak beszélgetés volt egy szakemberrel, hanem ő egy fizikus, egy gyakorlati fizikus, tehát ő bemutatta a Newton törvényeit gyakorlatban, kísérleteken keresztül a Teleki Téka freskós könyvében, és mindezek mellett a látogatók megtekinthették a kiállított első kiadását a Newton Principiának. Még ugyanilyen sorozat a könyvturi is,
amire most már mondhatjuk nyugodtan, hogy hagyomány, már a negyedik könyvtúrit fogjuk a jövő héten megszervezni, de gondolom, hogy erről egy kicsit bővebben majd később beszélünk. Igen, térjünk is vissza egy picit a Newtonnak a principiájára. Mitől különleges ez, és miért különleges az, hogy Marosvásárhelyen van egy ilyen példány, hogy egy kiállítást is tudtak köré építeni, illetőleg a beszélőkönyvek sorozatban is fontos szerepet kapott ez a kiadvány. Hogyha valaki eljön bárhonnan, akár Maros megyéből, akár más országokból, akkor miért ajánlják figyelmébe ezt a kiadványt? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és régi könyves szempontból is értékes, illetve ritka kiadvány. Newton principiájának első kiadásáról van szó, 1687-ben Londonban adták ki ezt a kötetet, és csak néhány száz példányban készült el. Csak annyit mondanék el illusztrálásképpen, hogy 2016-ban ugyanez a kötet egy londoni aukción 3,7 millió fontért kelt el, tehát ennyit az értékéről. Nyilván a mi példányunknak az értékét az is növeli, hogy az egyik, hogy több oldalán ott van Bolyai Jánosnak a saját kezű magyarázata, bejegyzése, illetve tudjuk azt is, hogy ez a kötet Bolyai Jánosnak a saját Newton kötete volt. Tehát akkor ez erdélyi magyarként is, magyarként, marosvásárhelyiként is nyilván ad egy plusz értéket ennek így a kiadványnak. Így van, tulajdonképpen ez a kiállítás, amiről most beszélünk, ez nem, ennek Newton az egyik highlightja. Tehát a kiállítás maga a Teleki TK-ban, a Teleki Bolyai Könyvtárban fellelhető angol könyvekre épül, és ezek közül mutatja be a legkülönlegesebbeket, és néhány olyan kötetet is, amely Kárpát-medence szinten is különleges, ezek egyike a Newton, van több más kötet is, ami miatt érdemes megnézni ezt a kiállítást, például említeném Miltonnak az egyik pamfletjét, ami azért érdekes, mert ez egy olyan könyv, amelyet már kiadásakor elégetésre ítéltek. Tehát annyira veszélyesnek ítélte meg a hatalom Angliában, az angol forradalom idejéről beszélünk, és ez egy király ellenes pamflet, és a királyság restaurálása után, restaurációja után a könyvet elégetésre ítélik, és nem csak Angliában, hanem Európa több más országában is. A mi kötetünk pedig pontosan ezért nagyon izgalmas és különleges, mert ebben a korban nem vállalták, pont azért, mert ez egy tiltott könyv volt, szinte senki nem vállalta azt saját nevének bejegyzésével, hogy ez a könyv az ő tulajdona. Nekünk pedig a Teleki TK-ban egy olyan könyv van birtokunkban, amelyben korabeli tulajdonos bejegyzés van. Egy nagyanyedi professzornak, Csengeri Istvánnak a tulajdona volt ez a könyv, aki 8 évvel a betiltás után vállalta ezt saját nevével. Tehát akkor van kincs bőven a Teleki TK-ban, és ez a kiállítás is bemutat egy néhányat közülük. Meddig látogatható ez a kiállítás? Október 12-éig látogatható ez a kiállítás, és hát ajánlanám, hogyha szeretnék még inkább felkelteni az érdeklődését ismerőseiknek a kiállítás iránt, látogassanak el a Teleki TK a Facebook oldalára. Időről időre feltöltöttünk oda kis filmeket, amelyek a kiállítás highlightjait, legfőbb látnivalóit járják körül, és hát egyben fel is iratkozhatnak a Teleki TK a YouTube csatornájára, ahol továbbra is lehet majd ilyen kis filmeket nézegetni. Említést tett már arról, hogy tanév elejére való tekintettel, de nem csak, ismét lesz könyvtúri a Teleki TK-ban. Miről szól ez, és miért éppen a tanévkezdésre időzítették a mostanit? A könyvtúrit tavaly indítottuk, és hát ennek kimondott célja az, ennek a rendezvénynek, hogy az egyetemista, illetve a középiskolás ifjúságot hozza be a téka falai közé. Ez egy nagyon népszerűsítő
rendezvény, tehát nem egy szakmai rendezvényről beszélünk. A Téka kapuja alatt már több mint 5-6 éve ott van egy nyitott könyvespolc. Erre a könyvespolcra bárki behozhatja megunt könyveit, elvihet onnan könyveket. Arról szól az az eszmény mondani valója ennek a könyvespolcnak, hogy forogjon a könyv, menjen kézről kézre, járjon kézről kézre. Ennek a nyitott könyvespolcnak a népszerűsítésére találtuk ki tavaly a könyvturit. És hát a könyvtúri az azt jelenti, hogy egy nagyon laza hangulatú délutánon az összes könyvet, amit behoztak az adott fél évben ennek a polcnak a számára, kitesszük az udvaron polcokra, és zene, tea, kávé mellett lehet válogatni ezek között a könyvek között. És hát nyilván ennek van egy ilyen laza, kellemes, szellemi komfortérzést keltő hangulata is. Azt elmondanám, hogy igyekszünk most már arra is odafigyelni, hogy a fiatal szülők is eljöhessenek erre a könyvtúrira, ugyanis például a jövő héten megszervezendő könyvtúrinkra gyerekprogramot is szerveztünk, tehát bátran jöhetnek gyerekekkel is. Van mit tenni a pureceknek addig, ameddig a szülők válogatnak. Tehát a Teleki Téka, ha jól értem, akkor fontosnak tartja, hogy minden korosztályt megszólítson és magához édesgessen. Miért fontos ez? Ugye alapvetően, ahogy ön is említette, a Tékának és bármely könyvtárnak van egy alapvető funkciója, ott olyan személyek, akik akár kutatással foglalkoznak, régi, nagyon ritka kiadványokat kikérnek és dolgoznak belőle. Említette, hogy kapacitás van rá, és szükséges is, hogy a közösség formáló tevékenységet folytasson a Téka, de miért fontos az, hogy ezek a korosztályok, különböző korosztályok meg legyenek szólítva, és ilyen plusz tevékenységek legyenek, mint amilyen a turi, mert feltételezem, hogy nem az értékes könyvekből vihetnek el, amelyek ott vannak a zárak alatt. Nyilván, természetes. Hisz tehát élesen el kell választani ezt a két tevékenységet egymástól, hisz az értékeinkkel való foglalkozás az az olvasóteremben szigorúan felügyelt körülmények között zajlik, míg a könyvturizás és ezek a közösségi tevékenységek az ennek megfelelő lazább keretek közt. Azért tartjuk nagyon fontosnak azt is, hogy ez is ott legyen, mert fel kell nevelni a következő évtizedeknek is az olvasó közönségét. Tehát azok az emberek, akik közül kikerülnek majd a mi kutatóink, a mi olvasóink, esetleg majd a mi könyvtárosaink, azok a gyerekek, akiket mi most becsalogatunk a Téka udvarra. Azok a fiatalok, akik bejönnek az udvarra, és elvisznek egy-egy könyvet. És fontos nekünk az, hogy könyvet vigyenek el. Tehát, hogy érdekelje őket az, hogy megfogjanak egy könyvet, és elvigyék. És ha ez az szükséges, hogy ezt laza körülmények között, és mosolyogva, és bulis hangulatba tegyük ezt a könyvnépszerűsítő tevékenységet, tehát, hogyha a kor ezt kívánja, akkor úgy gondolom, hogy nekünk is ez a feladatunk, és pont ezáltal a kontraszt által hat ez, hogy amire az előbb fel is hívta a figyelmet, hogy hát ez egy ilyen komoly intézmény, miért foglalkozik ilyen dolgokkal is. Pontosan ez a kontraszt az, ami által szerintem hat ez a tevékenység. És én úgy gondolom, hogy minden időkben a Teleki Tékának volt azon, amellett, hogy könyvtár volt és régi könyveket őrzött, meg adott ki olvasásra, segítette elő a kutatásokat, mindig is volt a Tékának egy olyan szerepe is, hogy az éppen aktuális igények szerint valahogyan a közösségnek a fejlesztését, a fejlődését, a komfortérzését is elősegítse. A következőkben, a következő negyed évben milyen egyéb programokkal fogják ezt a komfortérzetet elősegíteni, milyen kiállítások lesznek, milyen egyéb tevékenységek? Hát kezdeném először nem az időrendben legközelebb esővel, hanem a legfontosabbal. A legfontosabb
eseményünk, amely nem csak népszerűsítő, hanem szakmai is, mélyen szakmai, a következő kiállításunknak a megnyitása. Október 18-án várjuk a nagy közönséget ennek a kiállításnak a megnyitására. A térképekről fog szólni ez a nagyon színes kiállítás. A térképek sokszínűségéről. A Teleki Tékában, a Teleki Bolyai Könyvtárban nagyon sok és sokféle térkép található. Igazából ezt a sokszínűséget szeretné visszaadni ez a kiállítás. Varietas Geographiae a címe ennek a tárlatnak. És hát megtekinthető lesz itt földrajzi, iskolai földrajzi atlasztól, az 1700-as évek iskolai földrajzi atlaszától, régi földgömbig, illetve 16. századi zsebatlaszig, több más érdekesség is. Mondta, hogy ez a legfontosabb, és akkor időrendben mi az, ami hamarabb lesz, mi lesz ezt követően? Időrendben jövő héten van a következő eseményünk, az őszi könyvtúrit időzítettük október 3-ára, csütörtökre, délután 2 órától várjuk a Teleki Téka udvarán. Az egyetemi tanévkezdése is így időzítve. Így van. És hát azért pontosan ezért szervezzük október elejére, hogy már legyenek visszaérve az egyetemisták is, illetve a középiskolások is már legyenek eléggé belerázódva a tanévbe, ahhoz, hogy erre is időt szakítsanak már, ne csak egymás felfedezésére. Tehát csütörtökön, jövő hét csütörtökén várjuk 2 órától a középiskolásokat, és nem csak, ugyanis a 5 órától egy komolyabb programra is sor kerül. A Kobak könyvesbolttal partnerségbe szervezzük most ősszel ezt a könyvtúrit. Ők vállalták fel azt, hogy segítenek a gyerekprogramoknak a lebonyolításába. Illetve ehhez kapcsolódóan 5 órától lesz egy programjuk, amely pedagógusoknak és ifjú szülőknek szól, de emellett még 6 óráig a könyvtúrira is várunk mindenkit. Köszönöm a programok ismertetését. Most időnk végéhez közeledünk, ezért rákérdeznék arra, ami már régóta a hírekben szerepel, többször foglalkozott az Erdélyi Magyar Televízió híradója is azzal, hogy a Teleki Téka egyik termében freskót tártak fel, és ez helyreállításra fog kerülni. Többször szavaztak erről a megyei önkormányzatban, hogy akkor lesz pénz, végül valamilyen oknál fogva újból kellett szavazni, vagy újból szóba került, hogy ez el fog kezdődni. Milyen freskóról van szó? Erről szeretném, hogyha egy pár szót mondana, és mit ad hozzá a Teleki Tékához majd akkor, amikor helyre lesz teljesen állítva. Ez a freskó egy 19. század eleji állapotot rögzít. Franz Neuhauser szebeni művésznek az alkotása, és a teljes a téka központi termének, az emeleten a központi teremnek, az úgynevezett palotának a teljes felületét borítja. Nem felismerhető tájakat, hanem természeti tájakat ábrázol a freskó, a falkép, illetve most dolgoznak azon a restaurátorok, hogy minél több részletet tudjanak azonosítani. Jelen pillanatban ennek a munkálatnak egy szakasza már lezárult, tehát a feltárási szakasznak vége van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már le van kaparva az a vakolatréteg, ami fette a freskót. És hát a következő szakaszok a plafonnak a helyrehozatala, illetve utána a falképnek a restaurálása, ahol ez lehetséges, illetve a konzerválása, ahol már nem lehet javítani és felismerhetővé tenni a jelenetet. Én erről többet nem is beszélnék, mert úgy gondolom, hogy ez a restaurátoroknak lesz majd a dolga. Ők tudnak erről szakszerűen beszélni, majd akkor, amikor tudják a rögzített állapotot egészen pontosan dokumentálni. Még annyit tennék hozzá az előző, a tékás témáinkhoz, hogy ne csak a közösségi tevékenységeinkről legyen szó,
hogy amellett, hogy van egy ilyen pezsgés, ez a pezsgés látszik, de amellett, hogy van ez a pezsgés, azért a háttérben van egy nagyon komoly és hát időnként megfeszített szakmai munka is. Nagyon kevesen vagyunk, de igyekszünk mind segédleteket készíteni a kutatók számára, tehát katalógusokat, illetve mindenkinek vannak saját kutatási területe is. Konferenciákra járnak a téka könyvtárosai Manchestertől Szebenig, illetve hát kiadványok is készülnek. Jelen pillanatban az Országos Széchenyi Könyvtárral készül egy közös kiadványunk, Kovács Bányai Réka kolléganőmnek a munkája, de többünknek vannak előkészületben szakmai munkái is. Ez nagyon-nagyon fontos, hisz ez az a fele a munkálatok, az a fele a téka életének, ami nem látszik, vagy bár rengeteg munka van benne, de nem annyira a látványos a nagy közönség fele. Még egy kérdést engedjen meg a freskó kapcsán, ugye ha jól tudom, akkor erre a freskóra úgy került ez a vakolat réteg, hogy egyszerűen a tulajdonos megunta, és akkor gyakorlatilag lefőtte. Ilyen körülmények között miért van szükség a feltárására, miért van szükség arra, hogy egy olyan állapotot, amit aztán meguntak, helyreállítsanak, és milyen kulturális értéke van? Miért fontos az, hogy a nagy teremben egy nem is teljesen kivehető festmény, falfestmény látszódjon? Azért nagyon fontos, mert ez a falfestmény a Teleki korabeli falfestmény. Tehát ezt nem Teleki Sámuel festette le, mert, tehát nem ő unta meg, hanem ez későbbi koroknak a divatjába nem fért bele. Vagy másra akarták felhasználni ezt a termet. Találtak a restaurátorok egy 19. század végi réteget is, illetve a végső réteg, tehát gyakorlatilag a bevakolása és a fehérre festése, az nem is igazán az unalomról árulkodik, hanem arról, hogy a II. Világháború után itt egy pártiskola, a könyvtáros képző iskola indult, és hát annak a kornak, az 50-es évek korának nem igazán volt jellemzője a falfestmény, inkább a puritán fehér olajfestékes mázolmány falak, és hát az maradt meg, utána bekerült ebbe a terembe a Bolyai könyvtárnak a raktára, tehát gyakorlatilag a falba vas polcokat vertek be, és a plafonba is, ennek a nyomait kell a restaurátorok még eltüntessék. És azért fontos az, hogy feltárják az eredeti állapotot, hisz az az állapot, amelyben a Teleki téka, a Teleki Sámuel Teleki tékája létezett. Tehát az volt az eredeti állapot, ahogy azt Teleki Sámuel elképzelte. Pontosan ezért úgy gondoltuk, hogy amikor ez a munkálat befejeződik, tehát a palota, a nagy terem visszakapja a régi fényét, ezt a termet, amellett, hogy konferenciateremként fogjuk majd használni, Teleki Sámuel emlékszobának fogjuk berendezni, tehát azokat a tárgyi emlékeket, amelyek Teleki Sámuelhez, illetve a családjához kötődnek, itt fogjuk majd valamilyen képpen elhelyezni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét várom önöket, viszontlátásra.